Lövöldözés történt szerda éjjel Loznica közelében. Határrendőrökre tüzeltek a szerb-bosnyák határon. Egy belügyi dolgozó életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült. A hatóság emberei rutinszerűen ellenőriztek egy taxit, amikor a járműből több lövést adtak le rájuk. Újra választották az Európai Parlament elnökévé Ursula von der Leyent, a néppárt politikusát, aki eddig is betöltötte ezt a posztot. Beszédében úgy fogalmazott, Európa válaszúthoz érkezett. A döntés pedig arról szól, hogy az események és a körülöttünk lévő világ alakítanak-e minket, vagy mi alakítjuk közösen a jövőnket. A bizottság elnöke beszédében megerősítette azt is, hogy Európa támogatja Ukrajnát, ugyanakkor bírálta az Orbán Viktor magyar miniszterelnök által folytatott békemissziót. Von der Leyen egy új klímapolitika mellett is elkötelezte magát. A hőhullám és a hőség nagy kockázatot jelent tüzek kialakulására, erre figyelmeztetnek a hatóságok. Szerbiában egy hónap alatt több mint 1200 szabadtéri tűzeset történt. A tűzoltóknak mindet sikerült eloltaniuk. A tüzek keletkezése elsősorban emberi gondatlanság következménye, mondják az illetékesek. Természetesen az időjárás is közrejátszhat. Akár egy villámcsapás is okozhat hatalmas tüzet, de a nagy hőségben a szárazság miatt is gyorsan terjedhetnek a lángok, főleg ha még a szél is fúj. Péntektől csökken a levegő hőmérséklete, azonban az előrejelzések szerint a maximumok így is 30 fok körül alakulnak a következő napokban. Vajdaság egyes településeire azonban már tegnap megérkezett a lehűlés. Ez csak időleges volt, és az emberek nem örültek az időjárás alakulásának, ugyanis Királyhalmon és Hajdújáráson is dió nagyságú jég esett szerda délután este felé. Több helyen is károkat okozott. Egyes településeket szinte teljesen elkerült a vihar. Csantavéren és Horgoson is csupán eső esett, az is kevés mennyiségben. Tegnap egyébként Szerbia több településéről is záporokról, zivatarokról számoltak be.